Drámai pillanatokat élt át éjjel a tanyavilágban élő Ellen Brine Wotton. Az angol származású nyugdíjas férfi otthonában tűz ütött ki, aminek következtében a ház szinte teljesen megsemmisült. Telefonja is bennégett, ezért nem tudott segítséget hívni. A körülbelül 80 négyzetméter alapterületű lakóingatlan kétharmad része leégett. Ezért a tűzoltók utómunkálatokat végeztek, ennek keretében megbontották a födémszerkezetet, és ahol még izzást, parázslást tapasztaltak, azt megszüntették. Ellen az autójába menekült, és onnan nézte végig, ahogy minden a tűz martalékává válik. A kéménynek a bal oldalán volt az Ellennek a hálószobája, ő ott olvasott, és ez a ház 1856-ban épült. Abban az időben még úgy építették ezeket a házakat, hogy a gerenda szerkezetet beépítették a kéménybe, ezt elvágták és betapaszolták. Ezek több száz évet kibírnak, tehát attól függően, hogy mikor ég le ez a tapasz, valószínű ez most történt meg, és ez a gerenda kapott lángra. Az Ellen megijedt, csak a füstöt érezte, és ahogy ajtót nyitott, ugye oxigénhez jutott a tűz, belobbant az egész, mivel a tetőszerkezet szalmával van borítva, így elég gyorsan lángra kapott. Segítő szándékú ismerősei nem hagyták magára a krízis helyzetbe került férfit, adománygyűjtésbe kezdtek. A Kovács Mónika, amit elindított gyűjtést, hál' Istennek nagyon sok ember megmozdult, ezer, pár száz ember, és nagyon sok ruha érkezett, de viszont a tartós élelmiszer, tisztálkodási szerek, ami a mindennapi életéhez szükséges, arra még természetesen mindig nagyon nagy szükség van, és természetesen anyagi támogatásra, hogy a jövőjét ITS Szent Andráson tudjuk valamilyen szinten teljesíteni, hogy az álmai, 78 éves embernek az álmai teljesüljenek. Ellen Brian Wotton egyedül él Jászszent Andráson, magyarul nem beszél, senkire nem tud számítani, ezért adománygyűjtést szerveztek számára. Az Ellen 8 éve él Jászszent Andráson, és Jászszent Andráson tanyavilágokban több angol származású ember él, akikkel ő neki kifejezetten jó a kapcsolata, és nagyon sokat segít, és nem csupán az angoloknak, hanem a magyar nyelv nem tudásával is a magyar embereknek is segít folyamatosan, és nagyon szeretne itt Jászszent Andráson maradni, de mivel a történtek, amik két nappal ezelőtt történtek, még nem tudja szegény eldönteni, hogy itt ebben a házban tudja a jövőjét elképzelni, vagy valahol máshol, és mindenkit arra szeretnénk kérni, hogy segítsenek neki, hogy itt maradhasson ebben a faluban, hogy valahol, hogyha nem is ezt a házat rendbe hozni, egy pici házat vásárolni neki gyűjtésből eredően, amiben mindenben segítünk, hogy az éveinek az utolsó részét nyugodtan élhesse le. Bútorai, ruhái, használati eszközei és megtakarított pénze is odaveszett a tűzben. Ideglenes lakhatását ismerősei segítségével oldották meg. Ha segíteni szeretne, a nehéz helyzetbe került Ellen Brian Wottonnak a képernyő alján lévő bankszámlaszámra küldhet utalást.